Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mint ahogy említettem, fáj a torkom már napok óta, alig tudok nyelni, és megerőltető az is, ha beszélek, de azért ma már jobban érzem magam. Itt szeretném megköszönni az e-maileket, a kommentárokat, a jó kívánságokat, sőt ajánlatokat és recepteket is, amit kipróbáltam. És most rátérek a három kérdőjeles jóslásra. Az első kérdés, hogy mi a terve? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a választ ez a kártya adja meg. A négyes szám utal a biztonság érzetére, vagy az alapokra. Ez fontos számára is, fontos számodra is. De itt a botok jelentik ezt a szűkös helyzetet, amiből ki kellene lépni. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, vagy egy bizonyos helyzet, ahol nem érzed jól magadat. De lesz segítség, hiszen ez a kártya jelenti a felszabadulást, sőt, látható már az öröm is. A háttérben megjelennek bizonyos személyek, de eltávolodnak tőled vagy tőle. Ez is jelentheti ezt a szabadságot, hogy végre eltávolodnak olyan emberek, akik eddig zavartak téged vagy őt. És itt látható már a vidámság. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyen az ő érzelme, mi betekintünk az ő érzelmi világába. Itt látható a fő papnő, és a kezében van egy titkos könyv. Ez utalhat a sorsok könyvére is, ahol meg van írva, hogy mi várható a sors utatokon. Ez jelenthet egy lelki kapcsolatot kettőtök között, és jelenti a bizalmat is, hogy ő hisz abban, hogy minden úgy történik, ahogy az a csillagokban, vagy a sors könyvében meg van írva, megvan nála ez a hit, megvan nála ez a bizalom. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni irányodba, hogyan közeledik hozzád. Itt te vagy látható, mint egy királynő, és uralkodsz az érzelmek felett. Ő így lát téged, érzelmekkel közeledik hozzád, megbízik abban is, hogy te is szereted őt. Hogy részedről is megvannak az érzelmek. Mint egy királynő jelensz itt meg, és így lát téged, tehát meg lesz a megbecsülés, csodál téged. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a szív, tehát a szerelem. A szerelem, ami összefűz benneteket, itt ez meg van írva a sorsok könyvébe, és megvannak a mély érzelmek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.